önök a Klub TV április 5-i adását látják. Adásunk elején kérem tekintsék meg önkormányzati híreinket. Szeretettel köszöntöm Látosi Ferenc polgármester urat és a Városi TV nézőit. Korábbi adásunkban már beszámoltunk a szemétszállítással kapcsolatos változásokról. Hol tartanak az egyeztetések a jelenlegi üzemeltetővel? A tárgyalások jelenleg ott tartanak, hogy a Remondisból, a Remondis Kft-ből ki kell vonulni a német tulajdonosoknak, mert a magyar kormány hozott egy olyan törvényt, amely kimondja, hogy a hulladékszállításnál külföldi tulajdonosok nem lehetnek bent. Ezért úgy néz ki, hogy az önkormányzatoknak kell majd beszállni, önkormányzati tulajdonnak kell lenni 51%-nak ezekbe a cégekbe, tehát valószínűleg Tapolca, illetve Sümegi önkormányzatnak kell beszállni a hulladékszállításba. Illetve várjuk még a miniszternek a rendeletét, ami a hulladékszállítási díjakról fog szólni, de a sümegi polgárokat ez nem érinti, hiszen továbbra is azt tervezzük, hogy a szemétszállítási díjat a város átvállalja a lakosságtól. Több egyesület is támogatási kérelemmel fordult a képviselőtestülethez. Mennyire tartható fenn az önként vállalt feladatok támogatása az idei évben? Nehezen tartható fent, hiszen ahogy már többször elmondtam a kedves tévénézőknek, hogy a rendszerváltás óta az önkormányzatok ilyen nehéz helyzetben még nem voltak. Városunk mindent megtesz azért, hogy az egyesületeinket továbbra is tudjuk támogatni. Támogatást fog kapni a Röplabda Egyesület, a Városi Sport Egyesület. Megpróbálunk minden igényt kielégíteni, de szeretnék azért türelmet is kérni az egyesületek részéről, hiszen a végtelenségig nem lehet feszíteni a költségvetésből kiáramló pénzösszegeket. Azt is látnunk kell, hogy a lakosság egyre nehezebben fizeti be az adókat, azt is látnunk kell, hogy nagyon sok sümegi vállalkozás nehéz helyzetben volt, és csak azokat a pénzeket tudjuk szétosztani, ami be is folyik a városi költségvetésbe. Nem lehet tovább terelni sem a lakosságot, sem a vállalkozókat, tehát ezért kérek türelmet, megértést az egyesületektől, hogy ennyi pénzből tudunk gazdálkodni. Jelenleg az adóbevételünkből 200 milliót elvitt a központi költségvetés, ami azt jelenti, hogy eddig a 200 millióból ki tudtuk elégíteni az egyesületek kérelmeit, ez most jelenleg nem áll rendelkezésünkre, de megpróbáljuk az egyesületeket is továbbra is úgy támogatni, hogy ha nehezen is, de azért működni tudjanak. Városunk költségvetésében idén is szerepel a szemétszállítási díj kifizetése a lakosság helyett. Okoz-e ez nehézséget nekünk az idei évben? Ez nagyon komoly terhet jelent a városnak, hogy a hulladékszállítási díjakat kifizetjük a lakosság helyett, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a kommunális adó nem fedezi a hulladékszállítási díjat. Közben, ahogy már az előbb beszéltünk róla, változik a hulladékszállítási törvény is. Most várjuk a miniszteri rendeletet. Mi mindenképpen szándékozunk a lakosság helyett ezt a szemétszállítási díjat kifizetni. A félő azonban az, hogy amennyiben itt a törvények és a rendeletek változnak, meddig tudja fenntartani az önkormányzat ezt az elképzelését. Mi bízunk benne, hogy zökkenőmentesen meg tudjuk ezt oldani. Természetesen attól függ, hogy a miniszteri rendelet mit hoz majd, mit tartalmaz, illetve a kormányzati döntések milyenek lesznek. Egyelőre szeretném a lakosságot megnyugtatni, hogy a hulladékszállítási díjakat tudjuk rendezni, fogjuk is rendezni, a központi akarattól függ minden, hogy hogyan tovább hulladékszállítási ügyben. Városunk kapcsolatfelvétele a vajdasági Szaján településsel sokakban pozitív gondolatokat indított el. Többen is jelezték, hogy szívesen részt vennének egy újabb gyűjtési akcióban. Terveznek-e hasonló akciót a Sümegiek a Nemzetért Egyesülettel a jövőben? Szeretném megköszönni a lakosságnak azt a áldozatot, hogy segítettek, gyűjtöttek, nagyon komoly adományt tudtunk kivinni Szaján településre, de ahogy már többször is elmondtam, itt a lényeg az volt, hogy az ottani magyarok érezték azt, hogy nem hagyta az anyaország magukra őket, és ahogy a polgármester úr elmondta, a szajáni polgármester a Duna TV-ben, hogy hirtelen nagy lett a lelke és a szíve, tele lett szeretettel az anyaország iránt, mert nem csak az adomány, hanem az a gondolat, hogy ők is Magyarországhoz tartoznak, ez nagyon jól esett az ott lévő magyaroknak. Tervezünk újabb adománygyűjtést, én kérem a polgárokat, hogyha tudnak, segítsenek ebben, de még egyszer tudom hangsúlyozni, hogy a gesztus, hogy ilyen szeretettel fordult Sümeg egy
határainkon túli település, ez esett nagyon jól a magyaroknak, az ott élő magyaroknak. Én bízom abban, hogy a többi önkormányzat és többi település is követi a példánkat, mert a nemzetet megtartani csak akkor tudjuk, hogyha a kint lévő magyarok, akik a határainkon túlélnek, azok érzik, hogy igenis ők is hozzánk tartoznak. Mert még egy olyan ország nincs a világon, amelynek a határain túl a saját lakosságuk él, de Magyarország ebbe is egy kivételes ország. Köszönjük szépen polgármester úrnak a beszélgetést, és jó pihenést kívánunk a hétvégére. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Hétvégén a sümegi megyei első osztályú futballcsapatunk Herendet fogadta. Az ifjúsági csapat 7-1 arányban maradt alul a vendégekkel szemben. A felnőtt csapat mérkőzésének végeredménye 0-0 lett. A következő néhány percben a mérkőzés összefoglalóját tekinthetik meg.
percek műsorát tekinthetik meg nézőink, melyben a Deák Ferenc étterem konyha főnöke ajánl egy kiváló receptet. Ma egy krumplis ételt fogunk elkészíteni, úgynevezett tócsit, aki szerintem mindenki készített otthon tócsit, biztos szeretik és imádják, de ez egy különleges tócsi lesz. Mint mindig megpróbálunk egy kicsit plusz belecsempészni abban, hogy nem csak sima ételeket készítsünk olcsón, de mégis gyorsan és egyszerűen. Nagyra reszeltem le a krumplit, ezt már elő is készítettem. Ezt ezzel fogjuk bevonni a csirkemájat. A csirkemájat viszont betekerem szalonnában, és így fogom tócsiba megsütni. El is raktam az olajat, hadd melegedjen, kicsit adunk neki, mert ez bő forró olajban kell, hogy megsüssük. Hozzáütöm a reszelt burgonyához a tojásokat. Aztán, mint otthon is a rendes tócsit, kicsit megsózzuk, kicsit megborsozzuk, és ízlés szerint fokhagymát rakhatunk bele. Most nem rakunk bele, mert a máj, a szalonna elég ízt fog neki adni a fokhagymával. Ezt összekeverjük, eléggé sűrű masszát kapjunk belőle, hogy a csirkemáj ne essen ki a tésztából. Belekeverjük szépen a lisztet, az olajunk már közben melegszik. Belekeverjük gyönyörű, szép nagy szálas, ezt úgy is hívják más helyekre, hogy borzaska. Ahogy ez a massza összeállt, több lisztetben is rakunk bele, a tojás majd szépen összefogja, összekeverjük, és előkészítjük a csirkemájakat. A csirkemájakat apró darabokra vágtam szét, hogy könnyebben átsüljön benne a tésztában, majd előveszem a békőszalonnát, és beletekerem. Összetekerem egyet, kettőt, megpróbálom jól áttekerni rajta, hogy a sütés folyamán ne essen le róla. Kettő, hármat, mikor ezt jól összenyomkodom, sózni nem sózom. A májat egyébként sem sózzuk, de azért nem is sózom, mert a békőszalonna majd elég sót fog neki adni. Ezeket be lisztezem egy kicsit, hogy a tócsi tésztát magára fogja, ne essen le. Megnézzük, a olajat elég melege, tökéletes. Ilyenkor ebben a tócsi tésztába gyűjjük. Így kézzel, ezt kézzel kell csinálni, ezt sajnos nem tudjuk mással kiváltani. És ilyen kis aranyos, apró kis dolgokat csinálunk, majd bele a bőolajba belehelyezzük. Kicsit elnyomkodjuk, és ebbe sütjük. Egyet. Kiadós étel, olcsó étel, és követet se kell hozzá ugye adni, mert maga a burgonya, és benne van a mája, a hús is, így a egybe megvan a köret is, és a hús is. Lehet csinálni, nem muszáj ragaszkodni a csirkemájhoz, csirke mellel is lehet csinálni, de azt elég vékonyra kell kitloppolni, hogy átsüljön benne a tócsiba. Én ezt is belerakjuk, szépen megsütjük a két oldalát, szépen kicsit lejjebb vesszük, közepes lángon, egy olyan 3 perc az egyik oldala, 3 perc a másik oldala is kész is lesz. Jó, hát ahogy belehelyeztük és akkor szépen kezd el sülni egyik oldala a másik oldala, közben én egy kis lilahagymát vágok hozzá, mert szerintem a májhoz, a tócsihoz nagyon-nagyon jól illik, hogyha megszóljuk a tetejét egy kis lilahagymával, meg én még tejfölt is hoznék hozzá. Igen, én majd a tetejére egy kis tejfölt is raknék. Előkészítem a tálunkat, amire majd tálalni fogok. Megnézzük, megfordíthatjuk-e. Valaki ropogósan szereti ropogósra sütteti, valaki egy kicsit puhában szereti, akkor puhákra sütje, akkor csak ilyen szép aranybarnára kell sütni. Ezek a krumplik, amik kiállnak belőle, azt tényleg lehet ropogósra sütni, valaki úgy szereti. Ezt még hagyjuk még egy 2-3 percig sülni, és már is távoljuk az ételt utána. Hát hagytuk is egy 2-3 percig sülni az ételünket,
mind a két fele gyönyörűen megsült, majd leveszem a zöld. És a tára rakom. Ezekből a kicsi-pici aranyos kis csirkemájak volt, tényleg nem voltak nagy darabok, két dekás darabok. Óriási nagy és kiadós, olcsó étel tudtunk varázsolni. És szerintem ez a családnak a kedvence is lehet akár. Ezt én egy kis tejfőllel meglocsolom. Tejfőllel meglocsoljuk. Egy kis lilahagymát szórunk a tetejére. Parancsoljanak. És jó étvágyat kívánok hozzá. Szerintem ez egy bőséges fogás és kiadós és finom és jó étvágyat. Viszontlátásra. Smack, crack, bush whack, tie another one to your act, baby. Hey, kids, rock and roll, nobody tells you where to go, baby. Városunk képviselő testülete ülést tartott április 4-én. A főbb napirendi pontokból láthatnak összefoglalót adásunk végén. Napirendi pontra felkérem a jegyzőt, hogy rendeleti módosítás lesz a hulladékszállítása, a köztisztaság vagy várostörténet lévő közhasználatú parkok használatáról. A jegyző azt, hogy kérem mind az előterjesztés készítőjét a körüli tájékoztatást. Tisztelt képviselő testület, 2013. január 1-én több jogszabály épp határba, és a jogszabályi csöngelben megszületett a régi hulladékgazdálkodási törvény felváltó új hulladékról szóló 2012 évi 185-ös törvény, amely gyakorlatilag a 94. és a 95. paragrafus kivételével határba is lépett január 1-ével. A lényeg az, hogy ez a törvényi szabályozás gyakorlatilag felváltja az eddigi hulladékgazdálkodás szinte teljes rendszerét, beleértve ugye a feladatellátási módokat, mint a fogalmi rendszer. A helyi önkormányzati rendeletek még értelemszerűen a korábbi törvény alapján születtek, és ezért az új szabályozása nagyrészt nem meg ezért a rendeleteket felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatnak a kötelezettségére elsősorban a kormányhivatal hívta föl a figyelmet, igazából amiatt, hogy az önkormányzatoknak 2013. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj köznyelven személyszállítási díj megállapítására nincs felhatalmazásuk. Tehát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának a részletes szabályait majd miniszteri rendelet fogja tartalmazni. Gyakorlatilag az energiahivatal tesz majd javaslatot, és a hulladékgazdálkodási felelős miniszter lesz az, aki rendeletében szabályozza, személyszállítási díjnak fogom mondani, mert mindenki ismeri,
de a törvény, mint mondtam, a fogalomját Szentisát dolgozta, hogy a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díj lesz a neve. Kukadi. Így van, Szentisztállítási Díj előttem. Az volt a felhívás lényeg, hogy az önkormányzatok helyezett hatályon kívül valamennyi a díj megállapítására és a díjatásra vagy a díj fizetésére vonatkozó rendelkezésüket a saját rendeletükből. Én beszéltem a kormányhivatallal, és gyakorlatilag aggályosnak találtam azt, hogy kikapom a rendeletből azt a részt, ami a díjra vonatkozik, és egyébként hozzányúlok egy jogszabályhoz, hozzányúl a testület egy jogszabályhoz, és ugyanúgy a törvénnyel ellentétesnek, tehát jogszabálysértőnek adja. Ezért abban maradtunk, hogy hát bocsánat, nem jogszól eszembe, ki kell gyomlálni azokat a rendelkezéseket, amelyek egyértelműen ellentétesek a törvényi szabályozással. Azért kellemetlen erről így beszélni, mert ez a rendelet módosítás az egy első lépés, tekintettel arra, hogyha megjelenik a miniszteri rendelet, illetve további központi jogszabályok, és megszületik az új közszolgáltatási szerződés, stb. Akkor újra elkezdve ezt a rendeletet, és újra meg kell nézni, át kell tekinteni a szabályozását. Amit a tisztelt képviselőtestületnek kiküldtem, az gyakorlatilag három időállapot. Problémát jelentett, hogy nincsenek egységes szerkezetben foglalva a rendeletek. Egységes szerkezetben foglaltam a hatályos rendelkezéseket, majd találnak egy módosító rendeletet, gyakorlatilag arról kellene szavazni, és azért, hogy lehessen látni, hogy a szavazást követően milyen jogi helyzet alakul ki, én elkészítettem az új egységes szerkezetet, a jelen módosítással egységes szerkezetű rendelet tervezetét is. Tehát célszerű azt nézni, mert az mutatja meg majd a képet, a gyakorlatilag a mostani szavazást követően, tehát hogy néz ki a szabályozás. Nem akarom rabolni az időt, mert nagyon sok mindent kellene mondani, és akkor sem biztos, hogy egy átfogó képet tudnék adni erről a dologról. A közszolgáltatási díjakra visszatérve, a miniszteri rendelet fogja szabályozni, amelyik nem jelent meg, tehát nem lépett hatályba, még tudomásom szerint nem jelent meg. Addig az átmeneti időig, ameddig az önkormányzatnak már nincs szabályozási lehetősége, és a miniszteri rendelet még nem jelent meg, maga a törvény rendelkezik akként, hogy a hatályba lépésére közszolgáltató cég gyakorlatilag a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat, ami esetünkben akár több is lehet, tehát a 4,2%-nál megemelt díjnál magasabb is lehet, mivel ugye ISPA és KEO projektként jött létre az önkormányzat közreműködésével a Király Szent Ispáni hulladékgazdálkodásban, tehát a társulás pályázati ügyben érvesítette az. Tehát a lényeg ennek az, hogy a testületnek a miniszteri rendelet kiadásáig sincs már 2013-ra alkalmazandó díj rendeleti megállapítására lehetősége. Gyakorlatilag nem fogom ismertetni, hogy melyek lesznek azok a kötelező pontok. A testület látja, akkor lesz majd annak igazából jelentősége, hogy újra ide kerül a testület elé ez a rendelet, hogy azok a területek, pontok, amelyek az önkormányzat rendeletében köteles rendelkezni, hisz közszolgáltatásként ezt köteles megszervezni és köteles ezt leszabályozni, köteles erre szerződést kötni. A díj alkalmazásra vonatkozóan még egy fontos dolog van, az önkormányzat rendeletében megállapítja mellékletben a díjat, azonban a rendelet szövegében bent van, hogy a természetes személyek részére ez a szolgáltatás jelenleg megvárására ingyenes. Természetesen nincs ingyen, az önkormányzat fizeti ki, csak az igénybevételért a természetes személyeknek nem kell fizetni.
felhívom a testület figyelmét, hogy mindez a rendelkezés addig maradhat hatályban, amíg a miniszteri rendelet meg nem jelenik. Tehát ha a módosító rendelet átmeneti rendelkezéseit megnézik, akkor itt látható lesz, hogy ez a szakasz hatályát veszi abban a pillanatban, hogy a miniszteri rendelet hatályba lép, és onnantól ezt újra meg kell vizsgálni. Egyszerű az oka, nem tudom és nem is tudtuk közösen sem értelmezni, hogy a törvény bizonyos passzusában a kedvezmények esetei mit jelenthetnek. Az csak a miniszteri rendelet tartalmának ismeretében állapíthat meg. Tehát addig ez a díj megállapítás, viszont ahogy a rendelet megjelenik, ennek ki kell kerülni. Tehát a miniszteri rendelet megjelenik, az önkormányzati rendeletben ez határozott beszítsen. Igazából nem. A többi módosítás 90%-ban a hatályos jogszabályjal való ellentétnek a kiszűrés, a kizárása. Tehát ez lenne egy kérdés, hogy a felfelé rendet rakjuk, mert nagyon szépen elmondta jogi összefüggésével, hogy mi a termék és mi a tökármány. És akkor szeretném felhívni mindenkinek figyelmet arra, hogy a jelenlegi testület többsége átfogadott egy több éve ugye a szemétszállítási díjat átvállalja a lakosságtájékot. Bárki az a költségesünkben, az idei költségesünkben is szerepel, úgy tudom, és ezt szerintem nincs olyan miniszterrendelet, felülírhatja, de a díjfizetés átvállalását a testület továbbra is tudja garantálni, akkor átvállalhatja. Szerintem a díjfizetést minden a mértékét, meg a formáját megszabhatja, de az semmilyen kormányrendet nem szabhatja meg egy üvegváros jogerősen megválasztott testületének, hogy a lakosság terheit, amit bevállalt, ami már egyre hatalmat, hogy jelentkezik a lakosság felé, és ezt a Süvegváros önkormányzata elvállalta, eddig a 33 évig hitelesen teljesítettem, hogy a valamit időszakban is kívánja teljesíteni, hisz a költségesüket úgy alkottuk meg, hogy erre forrást rendelkezésre tudunk bocsátani. Az utolsó mondatot megragadva, nem tudom, hogy hogy alkotta meg a testület úgy, hogy forrást talál rá, hisz nem tudja, mire kell forrást találnia, mert nem tudja, mennyi lesz a díj. Ez az egyik kérdés. Ezért nem a tavalyi szerződés lesz, elnézést. A tavalyi szerződés plusz 4,2% bruttó az addig él, amíg nincs miniszteri rendelet. A miniszteri rendelet pedig azt mond, amit majd akar, és ezt nem ismer. Én azért tettem bele ezt a hatályon, tehát feltételhez kötött hatályon kívül helyezést, mert nem tudjuk, hogy a miniszteri rendeletben mi lesz. Én nem azt mondtam, hogy ez továbbra nem maradhat bent, én azt mondtam, hogy ezt most nem látom. Jó, akkor a másik az, hogy pontosan a képviselő testület érdekében mondtam azt, hogy elő kell venni, újra kell számolni, újra kell nézni a dolgokat, hogy mit bír el, mit tud majd, mert nem tudja a testület egyelőre felmérni, hogy mit vállal be. Tehát a miniszteri rendeletben meghatározott összegről még fogalmunk nincs, hogy beszéljünk magyarul. Nem tudjuk, mit fog ez jelenteni a városnak, és nem jelenti azt, hogy ezt meg kell szüntetni, abban az esetben, ha ezt nem tétják meg, akkor is újra kell számolni az egészet, újra gondolni és újra szabályozni. Én úgy gondolom, hogy eset próbált el, a bális évhez képest állapította meg, illetve kalkulálta be az idei költségvetésben a szemétszállítás díjat, ami tavaly decemberben a Köszlop Kárt, vagy a Lemonsz Kártya megkötött. Én úgy gondolom, hogy ez egy valós szerződés él tovább. Pontosan, és ez azért is él addig, ameddig a rendelet nem... Jó, de számla ilyen dolog, a kormány havonta ahhoz rendelget, vagy igyekszünk utána megfelelni. Röviden csak annyit, hogyha a miniszter megtiltja, de az önkormányzat nem fizetheti ki a lakosság szemétszállt, vagy külön helyzet, ezt most mi nem tiltotta meg, mert még rendelet sincsen. Azt viszont tudni kell, hogy az a törvény megjelent, hogy az önkormányzatok, tehát a multinacionális cégek nem lehetnek tulajdonosai a szemétszállító cégeknek. Magyarul a Remondis német tulajdonosainak ki kell vonulni a szemétszállításból. Ez a feladat valószínűleg, hogy az önkormányzatokra hárul, tehát magyarul lehet, hogy nekünk létre kell hoznunk egy szemétszállító céget. Megint más alapokban tudunk majd tárgyalni,
Tehát azért mondom, hogy ez most százszázalékos ez a hulladékszállítási dolog. Én azt gondolom, hogy a rendeletet ebben formában el tudjuk fogadni, el kéne fogadnunk, és amit a elnök úr is mond, az nem jelenti a díjfizetési dolgoknak a változását. Amennyiben a miniszter azt mondja, hogy letiltja, hogy önkormányzat nem fizeteti ki a lakosság helyet, akkor a törvény előtt meg kell hajolnunk, tehát szerintem nincs az a miniszter, aki ilyen utalöntettel jönne elő, de hát majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy most a rendeletet a formában el lehetne fogadni, és úgyis alakul itt minden, hogy ki szállítja a szemetet, ki nem szállítja a szemetet, az lesz a tragédia, hogyha végén senki nem szállítja a szemetet, mert hogyha kivonulnak a németek és az önkormányzatok nem érik fel, csak úgy közszolgálatokvállalat igazgatójával voltunk egy-két tárgyaláson, ideális összegeket kérnek a németek az önkormányzatoktól. Olvastátok Tapolca, nem pletykálkodok, mert megjelent az újságban, Tapolca nem tudta elfogadni azt a díjat, amit kért az a német tulajdonos a Tapolcai önkormányzattól. Majdnem 100 millió forinttal próbáltak többet kérni. Minden önkormányzatnak megvan a józan ítélő képessége, és annyit akar adni a vagyonért, amennyit ér. Tehát kérdés az, hogy meddig lehet ezt a húzavonát csinálni, hogy ha kivonulnak, hogy a törvény előtt meghajolva a szolgáltató kivonul a német partner, vajon ki lesz, aki tovább szolgáltat. Erre nekünk fel kell készülnünk mindenképpen a sümegi önkormányzatnak, mert valószínűsítetőnek tartom, hogy mi fogunk szolgáltatni, mert ha Tapolcával sem tudnak valaki megegyezni, valakinek a szemetet el kell szállítani. Ehhez kapcsolódik, amit mondani szeretnék, tényleg csak két mondat. Tehát akik most szállítanak, tehát akik a hulladékgazdálkodási feladatokat szolgáltatóként végzik, rájuk is jelentős feladatokat hoz a törvény. Nekik új engedélyeket, tehát az engedélyezésnek meg kell felelniük, sőt van egy minősítési procedúra, amin át kell menniük, és ez az önkormányzatra is továbbiakban feladatot jelent, mert akivel szerződése van, esetünkből ugye Remondis Kft., ahol tudom, tehát a Remondis Kft.-vel kötött szerződése felülvizsgálatára szükség lesz, mert tehát a szolgáltatónak 6 hónapja van arra, hogy mindezeket az engedélyeket és minősítéseket megszerezze, tehát június 30-ig meg kell megszerezze. Az önkormányzatnak pedig kötelezettsége, hogy 30 napon belül megvizsgálja, hogy akivel szerződött, az megfelel-e minden feltételnek, és amennyiben nem, akkor köteles 6 hónapos felmondási idővel támogatni a szerződést, és onnan élessé válik ez a kérdés először. A második időpont pedig 2014. január 1 lesz, amikor a törvények hatályba lépnek ez a 94-es, hatályba lép a 94-es paragrafus, ami kimondja, hogy csak nonprofit társaság szállíthat, tehát vehet részt közszolgáltatóként a hulladékgazdálkodásban, és én a testület és a lakosság védelmében is gondoltam, hogy át kell ezt gondolni, mert úgy, hogy nincs bevételünk és még kiadásunk is van, és szervezésünk is van, és feladatunk is van, és cégműködtetésünk is lesz, és bármit lehet, bevétel nélkül ezt nehéz lesz produkálni. Tehát én ezért mondtam, hogy ezt mindenképpen újra kell gondolni, és most nem azért, mert ez politikailag van, hanem azért, mert a politika törvényileg is így van, és gazdaságilag is így van. Jó, csak egy mondat, hogy viszont válaszolni. Én viszont nagyon egyszerűen köszönöm ezzel azt, hogy már végre most van az időszak, hogy a testületet tagjai láthatják, hogy egy picit nem tüzet oltunk, hanem felkészülünk arra, azokra a teendőkre, amik várnak ránk, és tényleg van idő, lehetőség újra gondolni és a rendeletünket úgy módosítani, és egy külön köszönet ezzel azt, hogy a testület olyan szinten tájékoztatja, és már felkészül azokra az esetleges jogszabályi változásokra, amire fel kell készülni a testületnek. Úgy inkább megköszönöm ezt, hogy ez már... Még így is gazdálom. Előbb tájékoztatásképpen ez azt, hogy elmondott a kulcsszóban, hogy non-profit. Tehát ugye most én nem hiába mondtam azt, hogy önkormányzatoknak valószínűleg fel kell készülni, valakinek el kell szállítani a szemetet, hiszen ma ki az az őrült vállalkozó, aki azért dolgozik, hogy dolgoztasson, és nincs egy fillér haszna se az egészből.
Tehát ha nem lesz, aki elszállítja a szemetet, minden ilyen hulladék szállítási tevékenység az önkormányzatokra fog. Ja, hát a közszóban ilyenek ilyen non-profit. Tehát hogy nem úgy mondom, hogy nem jogilag mondom, hogy aki inkább beletesz a közbe, mert igazából ők nem nagyon profitálnak a munkából. De lényeg az, tehát igazgató úr jelzett, hogy ők csinálják, azért tartottam rá. Tehát én azt gondolom, hogy valakinek el kell végezni, a hulladék nem maradhat ki, mert én attól félek, hogy itt marad az önkormányzatoknál feladat. A non-profit Kft-be tömörít, vagy kényszeríti a törvényhozó ezt a tevékenységet, akkor nagy baj van. Azzal egyetértek a törvényhozóval, hogy a külföldi cégek vonuljanak ki ebből a dologból, itt azon nem értek egyet, hogy haszon nélkül ki fogja ki elvégezni, csak az önkormányzatok lesznek megint, ahogy ismerem a helyzetünket. Fél mondat, a közszolgáltatásba kell non-profit társaságnak részt venni, de mondtam, hogy a teljes rendszer felülvizsgálata megtörtént és rajzolása, tehát bejön a képbe a hulladék kereskedet. Erre nem mondom. Jó, akkor és a közszolgra kell, hogy gondoljak. Színesfény gyűjtés, kereskedelem. A hulladék kereskedelmi tevékenység, többféle tevékenység jelenik meg most ezen a területen. A közszolgáltatások gyakorlatilag a hulladékot el kell szállítani és kezelni kell, és a közszolgáltatás ugye olyan jellegű feladat, amit kötelező igénybe venni mindenkinek, aki másképp nem oldja meg a problémáját. Olyan érzésem van, hogy majdnem át kéne mennünk zárt ülését, mert olyan nyereséges gazdasági dologról beszélünk lassan, hogy önkormányzat érdekeit fogja sérteni, hogy kiadjuk, hogy mekkora biznisz van ebben a dologban. Jó, ez a vicceje. De lényeg az, hogy a rendeletet akkor ebben formában én azt hiszem, hogy el tudjuk fogadni, de először a ügyletét megkérdezzük. Tegnap kivesésztázta a kormányhivataltól kapott feladatot. A jegyzőasszony 46 oldalból 19 oldalra csökkentette, úgy, ahogyan elmondta már, nem akarok ismétlésbe bocsájtkozni. Nekünk ez most egy feladat, azt látjuk, hogy ránk háló következő feladat még nincs meg, de amíg a kormányhivatal ezt kaptuk, akkor úgy döntötte a bizottság egyhangulag, hogy fogadjuk el ezt a előterjesztést, nem tudom, hogy azt mondja, hogy elindulja. Köszönöm. És akkor, hogy el tudjuk fogadni, kérem készre a tartásért. Ellenvélemény nem volt, köszönöm szépen. A második napi rendi pont lenne akkor a beszámolós üvegvárosi önkormányzat 2012-i költségvetési gazdálkodásáról zárszámolás. Gazdaságbizottságot kérem fel, hogy mivel áttárgyalt képviselők, szerintem hallgassuk meg, hogy mi volt a javaslat a gazdaságbizottság. Én nagyon örülök annak, hogy a gazdaságbizottság ülését majdnem a teljes képviselő testület megtiszteli jelenlétével, és tényleg itt mindenki ott, ugye nem a tévé előtt és nem a nyilvánosság előtt, de át tudunk beszélni érdemileg hosszú órákon keresztül is akár dolgokat, ezért többször el fogom elmondani, tehát majdnem mindenki ott volt, és majdnem mindenki már akkor a bizottsági tagokon, a külsősorú tagokon kívül is egyetértette a gazdaságbizottság javaslataival. Ezt csak egyszer mondom el, most már csak azt mondom el, hogy a gazdaságbizottság a végletesre szóló beszámolót elfogadja. 5 igen szavazat volt egyébként. Köszönöm szépen. Van kérdés, részvét a javaslat. De csak 59-ből egyébként. Jó, nem is mondom. Azért néhány gondolatot mondjunk a tévénnyilvánosságának is. Ugye ahogyan az elnök úr mondta, hogy tényleg részt veszünk, már érdekel bennünket részletekben is a városnak a elszámolása, a költségvetése. Ötször módosított a képviselőtársadatunk tavaly a költségvetést alapjaiba. 138 oldalban állította össze a gazdasági osztály. Én csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani, hogy ők is természetesen, mint az előzőekben is, hogy olyan szerkezetben rakják össze, hogy logikailag lehet követni, mert azért azt láttuk, hogy az első 19 oldalban szinte össze van foglalva minden olyan, ami ránk vonatkozó, és nem a törvényjárásoknak megfelelően, és de attól függetlenül, hogy azért őnek is csak a köszönet jár, nem beszélve arról, hogy azért azt látjuk, hogy még négyszer ugyanezt majd meg fogják csinálni a négy település, aki hozzánk csatlakozott.
de hát most nem a mindenki rendi pontunk. Ennek ellenére nagyon ügyesen, nagyon jól túléltük a 2012-t, ugye már itt van vége a gazdaság évünknek, és én nagyon bízok abba, amit ugye mindig el szoktam mondani, 2013 és a 2014-ben is azért mi leszünk, hogy legalább ilyen zárószámmal, mert még nem is elképesztő a zárószáma, ugye meg kellettem számolni, még akkor még meg is elsőtött a testületülés előtt a pénzügyminiszter asszony, hogy tudtuk zárni a 2012-es évünket. Én a számokkal nem is akarok különösebben foglalkozni, tényleg nem kis feladat ötször módosítani, azt előtt készíteni, nekünk azt elfogadni, letúlni a torkunkon, mert az általában mindig problémát szokott okozni, hogy miért kell ezt, meg miért, meg miért amúgy. Köszönet mindenkinek, és a 2013-at legalább remélem, hogy fogjuk tudni zárni, amiben ugye mindig először pessimistán vagyunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, van egy még észrevétek kérdése. Muszáj válaszolnom. Tehát igen, védve tényleg a pénzügyet és az egész gazdálkodást. Én is kiszedném emelni a pénzügyi osztálynak a komoly és megköszönhető munkáját, és a könyvvizsgáló asszonynak a hozzáértő szakmai hozzá, aki jelenlőről nincs itt a bizottság ülésen jelen volt, neki is meg szeretném köszönni. Az pedig, hogy mielőtt egy kicsit furcsán történne, hogy 5-6-szor módosuljuk a költségvetést, ez nem a pénzügyi osztály és a esetleg a gazdasági bizottság dilettantizmusa, hanem az élet hozta a helyzetre való reagálást tette szükségessé a költségvetés módosítását, mert olyan körülmények jöttek sorba, amiket egyszerűen csak úgy tudtunk megoldani, hogy módosítottuk a költségvetés ügyet. Az előírásokat, szabályzók jöttek, mentek. Köszönöm, elfelejtettem mondani, és elnézést kérek, hogy könyvvizsgáló asszony Rénes Mária nem tud jelenni a mai ülésünkön, kontrollvizsgálatra kellett mennie, és de a gazdasági bizottság ülésen elmondta a részrevételét, tehát a képviselők találkoztak a könyvvizsgálónak a véleményével, tehát ő azért nincs jelen, mert nem tud itt lenni, de azt hiszem, hogy tegnap kiveséztük ezt a kérdést is. Így van, amit elmondtak képviselőtársaim, mint költségvetési, tehát a pénzügyi osztály is viszonyatos munkát végzett. Talán a 89-90 óta az egyik legnehezebb évet zártuk pénzügyileg. Tehát ez azt jelenti, hogy ami most az átalakulás, önkormányzatok, járások, mindenféle átalakulások voltak, viszonyatos terhet volt, mint az önkormányzatok vállára, pénzügyre, jegyzőségekre, képviselőtestületre, ezt is túléljük. Hát remélem akkor tesszük az akadályokat ugyanígy. Ennél már csak talán jobb lesz, én azt gondolom, mert láttuk azt, hogy az ország helyzete nehéz volt, 3200 önkormányzat közül kevesen dicsekedhetnek azzal, hogy nagyon jó pénzügyi helyzetben vannak, tehát minden önkormányzat úgy érzem a padlón van jelenleg, pénzügyileg, de erről nem az önkormányzatok tehetnek, hanem egy ilyen rendszerbe ér most. Jó, el tudjuk fogadni a zárszámot. Beszámol az adóbevételek 2012 évi alakulásáról. Pénzügyi osztályvezető asszony, kérem. Tisztelt képviselőtestület! Ugye az árszámolás majdnem azt mondom folytatásaként, most már évek óta a nagyon jelentős bevételi forrásról és egy rövidített beszámolót szoktunk készíteni és készítünk is, mert ha Isten igazából végigveszik az önkormányzatoknak a tavalyi bevételi forrásaikat, azért ami szabadon felhasználható bevétel, hát ez a helyi adó, és elsősorban ugye a helyi adó. Itt a beszámoló kapcsán egy nagyon rövid összefoglaló tájékoztatót írtunk, különböző adónemeket, helyi adókkal, ami az osztályhoz tartozik, viszont azt el kell mondani, hogy azért a gazdasági helyzet nagyon-nagyon nehéz, és ugye az adózási fegyelem, nem azt mondom, hogy lazult, hanem egyre nehezebb a vállalkozásoknak a helyi adóval kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteniük. És ez bizony, hogy látszik a fennálló tartozások nagyságrendjéből és arányából. Minden ugye viszonyítás kérdése, viszont azt el kell mondani, hogy ez a fennálló tartozás hát közelíti a 140 millió forintot, ennek majdnem fele iparüzési, és majdnem a másik fele pedig késedelmi pótlék.
azt is tudni kell, hogy ez az összes kivetésnek, meg az a felügyelő évekből gyújtott hátalékoknak durván 25%-a. Ami a tavalyhoz képest minimális növekedést mutatott százalékba és forintba is, viszont az is látható, hogy itt azért van egy pár ezer adózó, hogyha jól megszámolom, akkor az közelíti mondjuk a 8000-re, és azért ez annyi ügyet is jelent. Összességében az is elmondható, hogy felszámolás alatt lévő vállalkozások is vannak, nem kevés, ezeknek a hátraléka is, hát valami meghaladja 40 millió forintot. Ezeket jelenleg még törölni nem tudjuk, mikor a felszámolásra az utolsó határozatok megérkeznek, ugye ezt akkor lehet törölni. Várhatóan ebből nagyon bevételünk nem lesz. Magánszemélyek esetében méltányossági gyakorlása jócskán került sor, viszont a behajtás területén elsősorban a gépjárműadon át, ugye elég sok olyan hatósági eszköz van a kezünkben, mivel élhetünk, valamint így szeretném elmondani, hogy a helyi adóhatóságnak ugyanazok a jogosultságai vannak, mint az állami adóhatóságnak, és a tavalyi évtől fogva minden hónap 10-éig az APEC-hoz, a régi nevén APEC-hoz, lány nevén, most már felnőtt nevén a NAFOR hátralékos listákat küldünk. Ezt azért mondtam nem fenyegetésként, hanem mindenki tudja, hogyha például egy vállalkozásnak van átadhatási igénye, és hogyha a helyi adóba tartozása van, akkor azt nem a vállalkozó kapja meg elsősorban, hanem a helyi önkormányzat. Az önkormányzatnak úgy gondolom, hogy kötelességünk a bevételeknek a beszedése, ez nem azért van, mert valakivel ki akarunk szűrni, hanem azért, hogy a bevételeket beszedjük, és az alapfeladataik nagy részét tudjuk teljesíteni. És még azt szeretném elmondani bárkinek, akinek gondja, vagy a problémája van, ha megkeres bennünket, még mindig segítettünk, viszont aki nem áll velünk szóba, azzal sajnos kell a hatósági eszközöket alkalmazni. Köszönöm. Van egy kérdés, hozzászólás. Igen, muszáj hozzászólnom, de gyakorlatilag ezt is átbeszéltük, és tényleg azt, mint vállalkozóként, mint képviselők is mondom, hogy vagy alaptétel az adókat be kell fizetni, pont. Viszont a módjáról azért a Süvegvárosa mindig nyitott a tárgyalásokra, és ezúttal is szeretném felhívni a kedves adózó társai figyelmét, hogy akinek gondja van, hogy az osztályra azt, hogy elmondta, keresse meg, akár személyesen fogadó irodában, vagy fogadónapokon az önkormányzatot, mert vannak megoldások, és aki, hogy mondja, hogy mindenki fizetni akar, azt az önkormányzat elég komoly méltánylást gyakorolhat, de az adózat meg kell fizetni. És akkor ebben azt szerintem távozom. A hátulókban viszont meg kell szedni, hogy tudjunk működni, tudjunk élni. Köszönöm. Van-e más részvevő? Nincs, hogyha el tudjuk fogadni a beszámolót, akkor kérem, hogy készül a tartásához. Ellenvélemény nem volt, köszönöm. 2012 év összefoglaló ellenőrzési jelentés a gazdasági bizottságban. Igen, az Ösegi Bizottság kívánosan veszi a 2012 összefogló ellenőrző jelentést és elfogadásra javasolja, hogy ezt tiszteltes vörnek. Van egy kérdés? Ha nincs, hogy el tudjuk fogadni, kérem készfeltartásra előtt. Köszönöm, ellenvélem, nincsen. 2013 évi április-december időszakra szóló munkaterv. Melyik bizottság tárgyalt a munkaterv? Igen. A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy 2013. decemberre vonatkozó időszakban a következő kiemelt témakörök szerepeljenek. Lakásértékesítések, vagyonrendeletmódosítás, süveghelyiségnek faszádra vonatkozó rendeletalkotás, 2012 évi pénzbarbány felosztás szóló javaslat, kitüntetési rendeletmódosítás, közképviselő juttatása, beszámolók, SMS előterjesztés, társulási feladatok, tartalmazásra vonatkozó rendeletmódosítás, esélyegyenlőség, testvérvárosi problémák kapcsán felül a kérdésünk átmódulása, módosítása. Itt megint meg kell köszönöm a jegyzőasszonynak, hogy ezt a problémakört felvetette, különböző bizottság képviselő, mindenki hozzászólhatott, hogy hozzá is szólhat, és amit még szeretne felvenni ebben a témakörbe, ez egy Gazdasági Bizottsági javaslat, és ezt akár még lehet kiegészíteni. Jegyzőasszony szólt, kérdessék. Elnézést kérek, hogy most kaptam meg a tisztelt képviselőtől papír alapon a terveterjesztést.
Igazából az lett volna a célom, hogy a bizottságoktól kérek véleményt arra, vagy javaslatokat, hogy milyen napirendet és milyen anyagok kerüljenek a testület elé. Ezt a gazdasági bizottság és az ügyrendi bizottság meg is tette. Én voltam az, aki sajnos az egészségügyi bizottságot és az oktatási bizottságot később tudtam volna keresni, de valószínűleg az ügyrendi bizottság elé akartam vinni elsősorban a kérdést. De nagyon örülök, hogy a gazdasági bizottság is reagált rá. Egy kicsit másképp néz ki a munkatárgyjavaslat, mint ahogy eddig kinézett. Mivel a testületnek van egy szabályozása a munkatervére vonatkozóan, igyekeztem amiként összeállítani. Ami a lényeg, 90%-ban jogszabályi kötelezettségekre épült a testület működése, tehát a jogszabályi kötelezettségek által a testületre megtárgyalandó témák megfelelő időpontokban szerepelnek a munkatervben. Illetőleg a rendeleteknek a felülvizsgálata sorban, amennyire az idő, illetőleg a lehetőségek engedik, próbálom sorba venni az önkormányzatoknak, mind az ötnek, most Sümegről beszélek, Sümeg önkormányzatának is a rendeleteit egységes szerkezetbe hozni, illetőleg a jogszabályi megfelelőséget biztosítani. Tehát ha végigvizsgálják a munkatervet, akkor most már kevesebb beszámolóval és tájékoztatóval. Én utólagos engedelmekkel kivettem a rendőrségi beszámolót, a mentő beszámolóját, úgy gondolom, meg állami szervek beszámolóját, úgy gondolom, hogy eléggé leköti a testületet a saját tevékenységet. Ebből függetlenül természetesen a testület a beszámolókat kérheti, illetve a tájékoztatást kérhet, meghívhatja a szervek, társzervek képviselőit. Csak nem hiszem, hogy azzal kellene a napi rendeket feltölteni, mikor van egy ötletes kellene. Köszönöm szépen. Ügyrendi bizottság tárgyalta? Igen. Ügyrendi bizottság, kérem. A ügyrendi bizottság a Jelző asszony által elmondottakat elfogadva is elfogadásra javasolta. És máskor a kérdőjött fölé. Szeretném kérdezni, hogy van-e arra mód és lehetőség a hivatalnak, hogy a haszonbizgatható ingatlanok az önkormányzat tulajdonában összegyűjtse, és erre a április 20-án évesen behozná, hogy akkor tudom, hogy a járáshoz kell, hogy
kapcsolódjon és járásba kerül, működjenek hatóságok. Jelenleg a munkahelyi központ is a Kossuth 14-ben van elhelyezve, a munkahelyi központnak a félrepítéját továbbra is fizetni a munkahelyi központ, viszont a kormányhivatal, mint állami szerv, tehát a járás, mint állami szerv szeretné ingyen is bérmentve használni ezt az ingatlant. Természetesen több mint 17 millió forintért fel is újítaná ezt az ingatlant, és végre ez a lerobbant ingatlan felújításra kerülne, és funkciója lenne ennek az épületnek. Ebben kell döntenie a testületnek, a gazdasági bizottság tárgyalt. Így a gazdasági bizottság tárgyalta, és gyakorlatilag örömmel vett a tudomásunk, hogy egy kiakállatlan épületünk, ami felújításra szorul, az állam ezt a feladatot átvállalja, felújítja, használni fogja, hisz a sümeg polgárainak fog használva válni ez a járási hivatalnak a kiépített kormányablaka, és akkor ez nem jelenti azt, hogy tulajdonba adtuk, egy ingyenes használatba adtuk át, addig az időtart, amíg ez a járási hivatal, tehát ez a város tulajdonát fogja tovább is képezni, csak ingyenes használatba. Van egy kérdés? Nem csak egyetért készfeltartásra ez. Én azt szeretném kérdezni, hogy ne jöjjön vissza utána, hogy felújításhoz, meg a tulajdonos hozzájárulási dolog. Akkor felolvasom, hogy miről jön. Tehát ez a tiszta, tehát határozati javaslat, Sümeg Városi Önkormányzat képviselő testülete, tulajdonát képező sümegi 419/2 nájrajzi számú, szám alatti természetben a Sümeg Kossuth Lajos utca 14 szám alatt található. Nekem még pontozva van a négyzetméter. 209,37 négyzetméter alapterületi orvosszálló megnevezésű, korlátozottan forgalomképes ingatlan. A Veszprém megyei kormányhivatal ingyenes használatába adja a kormányhivatal járási hivatali, illetve integrált kormányzati ügyfélszolgálati feladatai ellátásának időtartamára. A képviselő testület hozzájárulását adja, hogy az ingyenes használati jogot a tapolcai járási földhivatal bejegyezze a Veszprém megyei kormányhivatal javára, a feladat ellátás időtartamára. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozata alapján a Veszprém megyei kormányhivatal képviselőjével megállapodást kössön. Második pontja a határozati javaslatnak, a képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező a főhivatal által vezetett ingatlan nyilvántartásban a Sümeg 419/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Sümeg Kossuth Lajos utca 14 szám alatti ingatlan, Veszprém megyei kormányhivatal használatába kerülő, okmányirodában és kapcsolódó helységeiben kialakítandó integrált kormányzati ügyfélszolgálat, ez a kormányablak, vonatkozásában, illetve ahhoz kapcsolódóan a kormányhivatal az alábbi építési engedélyezési eljárásokat megindítsa, illetve lefolytassa. Kormányablak megvalósításához szükséges építési hatósági engedélyezési eljáráshoz a kérelmet az illetékes építési hatóságtól benyújtsa, ez ahhoz kapcsolódó valamennyi szakhatósági megkeresést megtegye, egyéb nyilatkozatokat, kérelmeket az illetékes szervekhez, közműszolgáltatókhoz benyújtsa. Az építési engedélyezéssel és a fizikai kiépítéssel kapcsolatos valamennyi költség a kormányhivatalt terheli. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen döntése szerint a tulajdonosi hozzájárulásról szándéknyilatkozatot tegyen, felelős polgármester határidő április 30. Tehát ez a javaslat. Jó. Egy mondattal kiegészíteném, ha lesz rá lehetőség, hogy a beruházásainak megtérítési igényéről egyszer is minden korra mondjon le. Tehát mondjuk x év múlva elköltözik, mondjuk egy másik színhelyet keres, és akkor azt mondja, hogy gazdagodásunkat fizessük meg, nem tudom, hogy miből. Én magánemberként, ha lehet, vagy nem is tudom, hogy innél te helyről magánemberként mondhatok-e véleményt,
de azt hiszem, hogy ezt Parker ki kell mondani, én a Kossuth 14, vagy legalábbis én kimondom, ez én véleményem, 14-16 alatti járási hivatal létrehozását teljes egészében átgondolatlan, észszerűtlen döntésnek tartom, ugyanis nem az a hely lenne alkalmas a járási hivatal létrehozásához. Én fölvállom annak az ódiumát, hogy ezt olvasni fogják, ezt a jegyzőkönyvet. Máshol is, ez én képviselői véleményem, szerintem Sümegen, ahol most vagyunk, ez lett volna az alkalmas helyszín, ugyanis nem kerülne sor egy okmányiroda áttelepítésére, ott nem derülne ki, hogy amit kormányablaknak szánnak, az nem megfelelő méretű, ahhoz kiegészítő helyiségcsoportot kéne biztosítani. Tehát én elmondtam ezt az egyéni véleményemet csak azért, hogy rögzítve legyen, hogy észszerűtlen, átgondolatlan döntés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy túl sokat nem érdemes ezt az egyetért a kalkulányos korúra kerüljön bele, hogy szerződésbe, hogy nem a további igény, tehát később a beruházás, hadd mondjam, később a beruházásnak a pénzügyi igényével nem védte a kormányhatat, tehát amit beruháznak, hogyha elköltöznének, nyugda, ezt nagyon jónak tartom, többivel nem tudunk foglalkozni, ez volt a kérés. Tehát nem a mi döntésünk. Tehát még miért ugye majd a lakosság azt fogja mondani, hogy milyen miért voltunk, hogy oda tettük a városközpontba ezt az új intézményt. Nem a mi döntésünk, ez kormány döntés, kész. Jó, jelző asszony. Ez a mondat, hogy az építési engedélyezéssel és a fizikai építéssel kapcsolatos valamennyi költség a kormányhivatal terheli. Vesző beruházásainak megtérítése iránti igényéről a kormányhivatal lemond. Köszönöm. Oké. Kért ugye fogadni, ezt kérem köszönöm. Ellenvéleményem volt. Következő a Kossuth utcai társaság jutatott el hozzánk egy kérelmet, amelyben azt kéri tőlünk, hogy mivel 36%-kal rendelkezünk, ez a, ki nem tudná a tévénézőnek mondom, hogy a ABC fölötti társasházról van szó, tehát a az OTP-vel szemben még a kormányzat 36%-kal rendelkezik az önkormányzat tulajdonjoggal, ezért a lakók kérik azt, hogy szeretnék felújítani az ingatlan, mi ilyen arányba szálljunk be az ingatlan felújításba. Megállapították, hogy nagyon sok része a háznak elavult, illetve felújításra szorul, mert veszélyesül vár. Egy fehérvári építőipari cég 4 millió forintért vállalta a munkálatokat, a Sümegi Dóra 96 Kft. 3,5 millióért. A lakók kérik, hogy az önkormányzat a 36%-os részt fizesse ki, illetve lakók továbbá kérik, hogy havonta fizessünk a közös költséget, igen, közös költséget fizessünk, illetve kérik még, hogy az épület biztosításához is járuljunk hozzá. Én mondtam is a lakóközösségnek, hogy magánvéleményt mondok, hogy jobban örültem volna, hogyha a tetőtér szigetelés, vagy a, bocsánat, nincs tetőtér, a tető szigetelését megoldjuk, hogy ne állzom be a lakás, de hát a lakók azt mondták, hogy inkább ezt a másik problémát próbáljuk megoldani. Igen. Tulajdonképpen a felújítási munkák, hogy én azért mondtam, hogy behívjam a műszaki osztály vezetőjét. Én ott is vitatkoztam ezzel az üvegfallal kapcsolatosan, mert én most is azt mondom, hogy az nem úgy van, hogy csak így nekiállunk és felépítjük, és széjjel szedjük majd elakul. Az tartó szerkezet. Tehát az tartó szerkezet, az nem úgy van, hogy egy ablakot cserélek, az a háznak egy üvegfala. Tehát nem egy üvegportál, az egy üveg tartó szerkezet, és én már megkérném az oldulat, hogy ezt vegye kézbe abból a szempontból, hogy az önkormányzat egy dolog, hogy kötelezettsége keletkezik, mint tulajdonosnak abban az esetben, hogyha ezt a többségi akarat úgy akarja, de érzem, hogy 36% mögött azért a felelőssége is megvan arra, hogy nehogy véletlenül olyan munkavégzés történjen, ami engedélyköteles lesz volna, vagy egy egyéb
szabhatósági közreműködést igényelt volna. Úgyhogy én erre kérném majd az Istvánt, hogy mondja el, hogy véleménye szerint mi az, és egy sürgősségi során is mi az, amire szükség van ahhoz, hogy egyáltalán ezek a kivitelezések megvalósulhassanak. Most megtörtént a társasháznak a gyakorlatilag az indítványának, illetőleg az ellenőrző szervének a megválasztása, szervezet és működési szabályzata elfogadásra kerül. Ami a társasház kérése lenne az önkormányzat tulajdonos felé, hogy a 2012 évben meghatározott díj alapján januártól áprilisig, tehát egy 3 hónapos időtartamra visszamenőleg fizesse ki ugyanazt az összeget, amit a lakók fizettek 2012-ben. Nem, ez a közös költség, és természetesen a közös költség majd ezután újra megállapításra fog kerülni, amiben szintén szavazati joga lesz majd az önkormányzatnak, de gyakorlatilag ők most ezt az átmeneti időt végül is csak a 2012. január 1-től 3 hónapról van szó, gyakorlatilag 60.470 forint per hó összegű közös költség vállalását kérnék az önkormányzattól most, illetőleg természetesen, ha megszavazzák az 2013 évtől, vagy hát majd a megállapítását, az új közös költséget, akkor azt pedig már terhelni fogja az önkormányzatot. Kérdő azt, hogy nem értek, ugye vannak ott lakásaink, akik lakók fizetik a közös költséget. Nem fizetik? Honnan kérdők? Tehát a lakók helyett fizetjük a közös költséget? Nem, a következő, amúgy is a lakók helyett, a törvény szerint a tulajdonos terheli a közös költség, de bérleti szerződésben erre ki lehet térni, és a lakó átvállalja. Csak itt más volt a jogi helyzet, ezt jobban tudja a testületnek én. Az volt a probléma, hogy a testület nem fogadta el az intézőbizottságot jogszerűen megalakult szervezetként, és mindenféle döntésére azt úgy őrült, hogy az nem volt jogszerű. Most, hogy jogszerűen megalakult az intézőbizottság, most fordulnak újra a testülethez, azzal a kéréssel, hogy ez évre az első hónapot úgy, ahogy a többi lakó fizesse be, mi viszont, vagyis bocsánat a fejedelmi többségnek, az önkormányzat viszont a bérleti szerződéseiben ezt érvényesíteti, és bent is van Fiolaur bólogat, bent van a javaslatban is, tehát innentől, ha elismerésre kerül, akkor mi ezt a bérlőktől kell, hogy beszedjük és kifizessük a társasháznak. Annyit tudni kell, hogy a társasházi törvény szerint a közös költség a tulajdonos. Jó, azért kérdeztem ezt, hogy így van a törvény, ez rendben van, de úgy gondolom, hogy valahol a lakó, aki nem fizette közös költséget, a villanyt, stb., a takarítást, stb., akkor ez valahol tényleg érvényesíteni kell, és akkor ez azt jelenti, hogy azok lakóknak, akik önkormányzati lakásban laknak, meg tudjuk emelni akkor a bérletet. Ha valamit szállt, de már egy utolsó bizottság ugyanez, ha összefoglalom. Fogással ugyanez volt a gazdasági bizottság, átvágta ki a pénzt. Tényleg ez a 3 hónap, ha akarnánk, ha szigorúan jogot néznék, akkor nem biztos, hogy ki kell fizetni, de a jó együttés szabály érdekében azt a gazdasági bizottság azt a önhasonlót teszi, hogy felolvasnám, hogy Kossuth-Rüsszúzal 18-26-i társas közös költségek az önkormányzatra, mint tulajdonosra első részét 1.30-ra tulajdonosban fizesse ki visszamenőleg 2013. április 1-től a felmerülő közös költségeket az önkormányzati lakások, és az nem került ide, lakások és üzletek bérlőivel fizettesse meg. Magyarán én már az közszokásra vezetővel egyeztetve már a következő bérleti szerződésben is benne lesz, plusz a rás a közös költség. És mindegy, hogy mennyi, annyi, amennyi éppen akkor is közös költség. És ezt a természetesen a polgársunk mondja, a lakások, a bérlők, az üzletség bérlői, ezt nem az önkormány fogja terhelni a tulajdonos, hanem a használójára állítjuk át ezt a költséget. De ez nem egy ilyen nagy költség, mert az egész 1.36-ra számított rész az olyan 60.000 forint hó, tehát ez ilyen nem olyan nagy, egy lakás volt, az olyan 600 forint. Nézett mindenkit. Nem.
kérdés, a kérdés, azt tegyük fel a kérdést. Nem, csak ez az 1/36. De az azt mondja, hogy 30%-a, 100%-ból az önkormányzat tulajdona az egész társaságból. Jó, akkor is rosszul mondtam, de csak azt mondom, hogy értettem. Jó, értette mindenki. Én úgy gondolom, hogy így az önkormányzat anyagi hátrány nem éri. A közös költség meg mindig mindenkinek jár, azt meg kell üzenni. Ugyanúgy, hogy te is meg tudod. Mint magának. Van kérdés? Tehát egy kérdésem, az azt olvashatjuk, hogy tartottak ők egy ülést, az önkormányzaton részt vett? Minden egyes ülésen. Mindig. Hárman is voltak. Hétfőn még, hétfőn állás, mert hárman könnyen. Jó, de bebeli azt meg kell mondanunk, hogy a volt városvédő elnökasszony, városvédőt is rendet tartott, és a társaságvédő. Katonásvédő, most társaságvédő. Társaságvédő. Ja, oké, akkor elnézést kérek a poénért, de tényleg rend van, és így kell tölteni mindenek. Akkor szavazunk, aki egyetért, hogy fogadjuk el a valóságbizottság javaslatát, az készfenntartással jelezzük. Elfogadjuk. Ellenvélemény nem volt. És annyit hadd kérdezem, hogy az István mondja el pont a tévénynyilvánosság miatt azt, hogy nem lehet elkezdeni megrendelni a munkát, mert az aggályaim az a főépítőszer is tehát arról van szó, hogy ez a nem nyilázáró cseréről beszélünk ebben az esetben. A nyilázáró csere az azt jelenti, amikor a szerkezethez való hozzájárulás nélkül méretben, azonos méretű szerkezetben eltérő, tehát fahelyet lehet műanyag bármi, de méretben azonos méretű nyilázáróra történő cseréről beszélünk. Ebben az esetben egy kopolit üvegről beszélünk, a kopolit üveg az pedig nem nyilázáró, hanem egy acéllal kombinált tartószerkezet. Tehát gyakorlatilag ez építésengedély köteles ennek a cseréje. Tehát engedély nélkül nem végezhető. Ugyanis most az, hogy én beteszek egy olyan helyre egy a kopolit üveggel azonos méretű nyilázárót, aminek a rögzítése az nem tisztázott, az ugye egy olyan esetben, amikor gyakorlatilag egy olyan üvegfalról beszélünk, aminek neki lehet esni, neki lehet menni, akkor az értelemszerűen felveti azt a veszélyt, hogy az kiszakad a helyéről, kitöri. Tehát ebből fakadóan ez egy épületszerkezet, ami építésengedélyköteles a cseréje. Nem egyszerű, akkor ez az. Valóban is beszélni, hogy teljesen megváltoztatja a homlokzati képet, tehát ez mind az építés engedélyköteles teszi. Tehát arra szerettem volna kitérni, hogy az önkormányzat a ráeső költséget ebből a felújításból, vagy nevezzem, gyakorlatilag veszélyelentesek. Igen, hogy ami ráterhelődik, az ki kell fizetnie, de csak olyanba engedje belemenni az ott lévő képviselőit, ami megfelel a jövő elvégzésének. Tehát ez úgy gondolom, hogy ragaszkodjunk kéne. Már csak azért is, mert az még veszélyesebb, hogyha nem találtál engedélyeket, végeznek valamiféle tevékenységet. Azt kérdezem meg, mert nem értem hozzá, hogy előfordulhat ilyen bontás, és nem tudjuk, hogy mi a vége. Hogy ebből az összegről nem áll meg, és nem tudja, mit kell úgy cserélni akkor. Vagy ez fixen ennyi, és ez nem jöhet bele plusz költség. Az a helyzet, hogy valami most tervek nélkül én nem fogom tudni ezt megmondani, hogy ez egyben fog, vagy nem fog. Mindenhogyan tervek kell készíteni. Tudtam egyébként a főépítész úr tájékoztatva a döveményét erről a... Én most azért kérdezem, hogy van egy bruttó 4 millió forintos költség, mi azt mondjuk, annak a 36%-nak bevállaljuk, és közben kiderül, hogy az fölment akár 6 hétre is, mert olyan dolgok, egy fontos dolgok jönnek. Én azt javasolnám, hogy először készüljön el a dokumentáció, ami alapján lehet ajánlatot kérni, és a bekért árajánlat alapján legyen a döntés. Úgy, mint normál esetben. Jó, hát akkor most az
azért jó, de azért nem tudjuk a reális összeget ebben az ügyben, mert most derül ki, hogy tartószerkezet, a bontásnál nem tudjuk, hogy még mit kell majd cserélni, lehet, hogy sok, lehet, hogy kevés, ki tudja. Tehát igazából is van, hogy a szakember, akkor legyen a tervek, komoly költségvetés, mert úgy érzem, hogy most csak ránézésre azt mondták, ennyi a csere, de nem biztos, hogy ez így. Jó, akkor... Tehát akkor kell tervek, engedélyek, és utána egy komoly költségvetés. Felfogadjuk. Így van. Először ezek készüljenek. Kifizeti a révészt, akkor ugyanúgy, akkor plusz 36%-ből. Hát a gazdaságnak van egy döntés, az jó, és ember kiegészíti. Ezzel kiegészíti. Az a csak legalább egy csak. Hát csak ős kocsak, ezt meg kell szabadni szerintem, és a következő kiegészítve. Ezzel kiegészítve. Itt van, ez kiegészítve. Jó, jó. Ha az így jó. Ellenvélemény. A cím? Van a képviselőtársaimnak van egy kérdése, a polgármester szeretne a válaszot. Én nem tudom, tehát az én ismereteim szerint ez egy egyesség. Ha valaki elmaradt használati díjak iránt igényt próbál bíróság előtt érvényesíteni, akkor az igény érvényesítéstől számított visszamenetes 6 hónap a főszabály, amit lehet perelni, amire lehet keresetet lenyújtani. Tehát itt pont arról van szó, ez egy méltányos egyesség, ugyanis itt ténylegesen fölmerült és ténylegesen kötelező összeget kell nekünk, ami egyébként a törvény szerint járnak. Tehát annak egy részét fizetjük meg, amit gyakorlatilag ugye évekig az önkormányzat egy filler formájában se fizetett meg. Tehát a tulajdoni jog terhel bennünket ide. Ez a pénzügyi vagy a béleti szerződés benne van, hogy a bérlő. Most ez már igen, de törvényszerűen benne is van adott esetben, de ugye nem volt a törvénynek megfelelő képviselő szerve társaságnak. És most jött létre, tehát most teremtődött meg a törvényes állapot, hogy most van maga a helyzetben, hogy gyakorlatilag mindenek időzőket szerint kérjük, és akkor ez egy barát. Köszönöm, biztosítást tudom mindenünk rendekedni. Köszönöm, akkor van-e még más kérdés? Jó, van egy csatkor. Véget ért a nyílt ülésnek a napirendi pontjainak a sora. Köszönöm. Tájékoztat még azért 3 napi rendi pontot tárgyalni. Csak 2. 2. Így van. Tehát tájékoztatok 2 ülés közti események. Van egy kérdés. Ha nincs erős fogadni, ellenvélemény. Struck Romeo sings the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made.
szombati külön kiadásunkban a testületi ülés teljes felvételét tekinthetik meg 14 órától. Április 7-én a plébánia templomból láthatnak szentmise közvetítést, várhatóan 10 órától. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Adásunkat április 8-án, hétfőn 18 órától ismételjük meg. A hétvégéhez kellemes időtöltést kívánunk!